Molnár Borbála vagyok, Televele Média Pedagógiai Műhely Egyesület tagja, és ma egy új tananyagcsomagról, a médiapakról szeretnék beszélni, annak is a felső tagozatosoknak szóló részéről. Nem tudom, hogy a résztvevők mennyire ismerik a Televele Média Pedagógiai Műhely Egyesületet, ez az Egyesületünk honlapja, és a címlapon rögtön látható is, hogy már négy tananyagunk van, ezek mindegyike olyan, hogy azonnal hozzáférhető, letölthető, és tanárok a saját osztályukban kipróbálhatják. A legtöbb anyagunk egyébként az 5.-8. korosztálynak szól, mert minden négy tananyagcsomagban, amik láthatók, vannak a felső tagozatosoknak szóló anyagaink, elsősorban az 5.-6. A médiapak legnagyobb újdonsága a többihez képest az, hogy kifejezetten mobileszköz fókuszú, erről mindjárt beszélek egy kicsit később. Ezt most fejlesztettük 2018-ban, kifejezetten a digitális témahét szakmai közösségének médiapedagógiai támogatására, az Informatikai Vállalkozások Szövetségével együtt ketten készítettük ezt a tananyagot Tisza Géza kollégámmal. A médiapak az egy három részből álló tananyag, csomag három korosztály számára, az alsó, a felső és a középiskolás korosztály számára. Minden korosztálynak három darab 90 perces foglalkozás készült, mindegyik foglalkozáshoz készült egy saját egyedi külön oktató videó, ami a letölthető tananyag csomagban benne van, és azt hiszem, hogy a YouTube-on is elérhető. A legfontosabb jellemzője, globális jellemzője ennek a tananyagcsomagnak az, hogy mobileszköz fókuszú. Ugye tudjuk, hogy ez a korosztály elsősorban mobileszközön éri el az internetet, és arról, hogy ezt hogyan használják, arról nagyon kevés tudásunk van, már csak azért is, mert a kicsi képernyő ugye sokkal inkább személyes tér, és ezért sokkal kevesebb információszerzésre, megosztásra van lehetőség, viszont a másik probléma az, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy kitől és hogyan tanulják a gyerekek a mobileszközök használatát, viszont itt is szükség van a tudatos és kritikus média használatra. Mint a Televele összes tananyagára, erre is az jellemző, hogy a gyerekek saját médiaélményeiből indul ki, és ezeket a médiaélményeket dolgozza föl, és ezek a foglalkozások tevékenységközpontúak, gyakorlatközpontúak, feladatközpontúak, és nagyon fontosnak tartják a kritikai gondolkodás fejlesztését, és ebben a korosztályban pedig már viszonylag komoly média ismeretet is megkísérlünk átadni. A televele.hu per médiapak oldalról érhető el a tananyagcsomag közvetlenül, úgyhogy az egyes foglalkozásokat PDF-ben is le lehet tölteni és megnézni, a teljes csomagok azok viszont nagy méretű tömörített állományok. A médiapak foglalkozás csomag témái nagyjából mindegyik ugyanak körül a ugyanarról a néhány témáról szól mindegyik. A mobil eszköz használattal kapcsolatban az eszközhasználati tudatosság, tehát a biztonságban a neten témakört, azt úgy fogalmaztuk meg, hogy kifejezetten a mobil eszközön keresztül elérhető internet. Itt szerepet játszik a személyes adatok védelme, ami aztán a következő foglalkozásban is nagyon fontos lesz, és szerepet játszik az online személyiség és az online hírnév. És a több foglalkozásban érintve van a biztonságos mobileszköz használat részeként az alkalmazások letöltése, illetve a letöltéssel kapcsolatos biztonsági és tudatossági kérdések. És a reklám az egész foglalkozás csomagban nagyon nagy szerepet játszik, azért tartottuk különösen fontosnak ezt a területet is bevenni, mert ez is nagyon megváltozik a változó mobileszközökkel és tartalmakkal. A foglalkozások módszertani alapjai egyrészt ez a saját élmény szerűség, amiről már beszéltem, ami egyébként azt is jelenti, hogy a tanárnak is elég nagy szabadsága van a tanórán alkalmazható példáknak a kiválasztásában. A mi csomagunkban szerepelnek példák, de ezek a tapasztalataink szerint nagyon gyorsan elavulnak, úgyhogy érdemes egyrészt tájékozódni a gyerekek ízléséről, érdeklődési köréről,
Ez egyébként is nagyon hasznos a foglalkozások tartásához, és hogyha szükséges, ha ezek a példák már nagyon elavultak, akkor hasonló típusú új példákkal ki lehet őket egészíteni. A foglalkozásokban nagyon erős szerepe van a média szövegértésnek, ugyanis a mobileszközön elérhető tartalmak között rengeteg egészen új fajta média szöveg van, amiket ugyanúgy meg kell tanulnunk értelmezni, és nagyon nagy szerepe van a kreatív szövegalkotási feladatoknak is. Még egy jellemzője ennek a foglalkozás csomagnak, hogy lehetővé tesz valamilyen fajta csoportok közti differenciálást, tesz javaslatot arra, hogy a fontolva haladó csoportokkal a megadott idő alatt mennyit és mit érdemes elvégezni. A digitális eszközhasználat nagyon fontos része ennek a foglalkozásnak. Ugye, ha van valaki, aki a múlt heti alsótagozatos előadáson itt volt, ott kifejezetten azt mondtuk, hogy az alsótagozatos órákra nem visszük be a digitális eszközöket, mert ott pont arra van szükség, hogy legyen valamilyen távolságtartás a képernyőtől, és úgy legyenek képesek reflektálni arra, ahogyan a mindennapokban használják, és ezt nagyon hangsúlyosan papír alapú szimulációs feladatokkal csináljuk. A felső tagozatosoknál, illetve a középiskolában már nem ez van, ott nagyon hangsúlyozottan javasoljuk a digitális eszközhasználatot, a tananyag bizonyos elemei azok meg is találhatók digitálisan, és mindenhol nagyon részletes javaslatot teszünk arra, hogy hogyan lehet digitalizálni az egyes tartalmakat. Ez azért különösen fontos, mert hogy a médiatudatosságra nevelés része a tudatos digitális eszközhasználat, és ezért is van az, hogy ezeken a foglalkozásokon mindenképpen a saját eszköz használatát, a bilingual UI-s megközelítést követjük, mert hogy ez az elsődleges cél, hogy a saját eszközén ismerősebbé váljon a gyerek. Néhány gyakorlati kérdés. Egy foglalkozás 90 perc és 2x45 perc, és lehetőleg nem nagyon érdemes közötte szünetet tartani. Csoportmunkára épülnek a feladatok, minden foglalkozás kis csoportokban zajlik. A foglalkozások sorrendje tetszőleges, és nem kapcsolnak szorosan egymáshoz, ugyanakkor nagyon összefüggnek, majd látni fogják, hogy az első két foglalkozásnak egyébként nagyjából a címe is fölcserélhető lenne. Ugyanazok körül, a témák körül forognak, csak egy kicsit más szempontból, más fókuszból. Úgyhogy a tanár maga eldöntheti, hogy mit és mennyit szeretne ebből elvégezni. Mi mindenképp azt javasoljuk, hogy ha lehet, akkor ezt a 3x90 percet egyben érdemes, mert így fog összeállni a teljes kép, és hogy a 90 perces foglalkozásokat semmiképp sem ajánljuk megbontani. Még egy nagyon fontos dolog, ami szintén valamennyi médiapedagógiai foglalkozásunknak nagyon fontos eleme, a tanár szerepe. Mivel itt a gyerekek saját élményeiről, saját ízléséről van szó, és lehetőség van arra, hogy szubjektív témákban fejezzék ki a saját véleményüket, nagyon fontos az, hogy a tanár egyrészt facilitátor szerepben maradjon, másrészt pedig ne tegyen kritikus megjegyzéseket a média használattal kapcsolatban, az ízléssel kapcsolatban, hanem maradjon ezen a téren, nagyon tárgyszerű. A foglalkozás csomagok, vagy a foglalkozás leírásnak a formai fölépítése, látható ezen a dián. Úgy építettük föl ezeket az óra leírásokat, hogy elő szerepel maga a tevékenység leírása, és utána pedig egyrészt illusztrációt könnyen meg tudjuk a hozzávaló mellékleteket találni, másrészt pedig részletes szakmai leírás és módszertani leírás. Ugye említettem már, hogy ebben a foglalkozásban nagyon komoly médiaismereti tudásra is szükség van, különösen a foglalkozás vezető részéről, de ez mind megtalálható ebben a csomagban, és ezen a mai webináriumon pedig az elméleti részekről fogok egy kicsit többet beszélni, azért, hogy a kedvet csináljak a foglalkozás megtartásához.
Az első foglalkozásnak az a címe, hogy biztonságban a neten, és ennek célja az online biztonság alapvető szempontjainak tudatosítása, két meghatározó témája a személyes adatok védelme, az adathalászat és az online hírnév, az online személyiség. A foglalkozás középpontjában az adathalászat típusai tárgyaló médiaszövegértés feladat áll, és ennek ugye az a nagy előnye, hogy valódi segítséget nyújt online helyzetben a gyerekeknek, nagyon kézzelfogható, használható tudás. Akkor lesz a foglalkozásban egy rövid szimuláció, ami a reklám személyre szabottságát mutatja be, és nagyon fontos azt mondani, hogy a médiapak foglalkozásokban ugye internetbiztonságról beszélünk, de ebben a helyzetben nagyon fontos a veszélyek és a lehetőségek közötti egyensúly, tehát minden foglalkozásnak van egy ilyen pozitív, az alkotással összefüggő kreatív önkifejező része is, ahol azt mutatjuk meg, hogy a média örömteli, élvezetes használata az lehetséges, és ez a biztonsággal sincsen ellentétben. Ez a foglalkozás az oktató videóval kezdődik, ez egyébként nem igaz az összes foglalkozásra, mindegyikben máshol helyeztük el, és ennek megfelelően a funkciója is mindenhol változik. Itt a felvezetés a célja, a tanulók figyelmét az online tevékeny jelenléttel kapcsolatos kérdésekre fókuszálja, és felvezet olyan témákat, mint az online identitás, vagy a kérletmenetek, vagy a személyes adatok védelme, és még az online információ igazság tartalmáról is beszél. Nagyon széles a merítése ennek az oktató videónak, és ennek az a célja, hogy összeszedjen mindent, amiről a diákoknak már tudása van. Nem cél az, hogy plusz tudást adjon át a videó, hanem arra szolgál, hogy megalapozza azokat az új és elrendezze azokat az új információkat, amikről itt a foglalkozáson szó lesz majd. A következő feladat az az információs lábnyom, ez is még egy felvezető feladat. A gyerekek lerajzolják egy lapra két lábukat, a bal lábukat és a jobb lábukat is, és az információ megosztás két aspektusát mutatják be rajtuk. Ezzel az online lábnyomnak a két oldalát be lehet mutatni. Az egyik a személyiség és az önreprezentációk és bemutatása, a másik pedig annak a kérdése, hogy miek azok az adatok, amiket megosztunk egymással, és ez pedig a magánszféra és nyilvánosság közötti nehéz tájékozódásra próbál utalni, és itt lesz az a téma, ami még nagyon sokszor fel fog merülni, és ebben a foglalkozásban is lesz szerepe, hogy a személyes információk, a rólunk szóló személyes információk összegyűjtésével készülhet egy felhasználói profil a közösségi oldalakon, ami aztán a személyre szabott tartalmat és a személyre szabott hirdetéseket is megjeleníti nekünk, és ennek a tudatosítása talán a legfontosabb üzenete ennek a foglalkozáscsomagnak, és ezért ez nagyon sok feladatban és több foglalkozáson is megjelenik. Ez az a feladat, amit az előbb már említettem, a Facebook reklám szimuláció feladat, aminek az a célja, hogy azt mutassa be, hogy hogyan működik a közösségi médiában a személyre szabott reklám. Ott látható a kicsi táblázat, és vannak példaszövegek, ami alapján a gyerekeknek meg kell fogalmazniuk egy célcsoportot, akinek az a reklám nagyon jól lenne. A foglalkozáshoz tartozó prezentációban ki van emelve, ugye ez csak néhány nagyon kevés szempont a valódi célzási lehetőségek közül. A prezentációban bemutatjuk, hogy mennyire sok van, és hogy mennyire pontosan lehet profilozni, és mennyire jól lehet kiválasztani a személyre szabott hirdetést. Ennek ugye előnye is, hátránya is van, erről érdemes beszélni, és akár vitatkozni is
az órán, ugye egyrészt nagyon sok előnye van annak, hogyha valóban személyre szabott információt kapunk, másrészt viszont az információs szűrőbuborék jelenség pontosan arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezzel be is zárhatjuk magunkat. Az információs szűrőbuborék fogalma itt ebben a foglalkozás csomagban nem jelenik meg, mert más aspektusokra fókuszáltunk, de itt akár be is lehet hozni. Az adathalászat szövegértés feladatban a gyerekek nagyon sok szöveggel dolgoznak csoportmunkában, szakértői mozaikban, mégpedig azért dolgoznak ennyire sok szöveggel, hogy megértsék azt, hogy mennyire gyakran találkozunk ilyen tartalmakkal, és az a feladatuk egyrészt, hogy besorolják valamelyik az adathalászat valamelyik típusába az itteni példákat, másrészt pedig az, hogy utána elmagyarázzák a másik csoportnak, a már csoport, az újonnan képződött csoportnak azt, hogy ezek milyen típusú adathalászat tevékenység. Az adathalászat ugye az az online veszély, amikor a személyes adatokat csalás útján szerzik meg, és viszont az adatmennyiség növekedésével azzal, hogy egyre szélesebb körben használjuk föl, a személyes adat a bűnözők számára egyre többet ér, és ezért nőnek meg az adathalászattal kapcsolatos bűnesetek, és ezért van az, hogy sokkal profibbak, mint a régebbi nigériai levelek, mert a személyes adatok értéke sokkal nagyobb, mint bármikor korábban volt. Az is nagyon fontos, itt persze most pont ez a két példa, amit itt szerepel, ezek nem erre a legjobb példák, de hogy nagyon sokféle adathalász műfajt mutatunk be. A klasszikus nigériai levél, ez a becsapós levél, amiben valaki pénzt kér azért, hogy aztán sokkal több pénzt fog nekünk utalni, de persze nem. Az átházott céges üzenetek, mint az OTP bankos, aki bal sarkában, ezek a klasszikus példák, és ugyanakkor a közösségi médiában megosztott lánclevél, meg egy hamis nyereményjáték, az a közösségi média műfaja, és nagyon fontos arra is felhívni a gyerekek figyelmét, hogy a mobil alkalmazások letöltésekor is az adathalászat egy valós veszély, és ezért lesz érdemes megnézni majd mindig, hogy milyen engedélyeket kér egy alkalmazás, erről majd a következő foglalkozás csomagban lesz részletesebben szó. Az online személyiséggel kettő feladat foglalkozik, mind a kettő a profil két témáját járja körül két oldalról. A profilképeink sokat elárulnak egyrészt arról, hogy mi milyennek gondoljuk magunkat, másrészt ugyanakkor a külső szemlélő is valamilyennek elkönyvel bennünket. A második feladat, amihez az Instagram down hashtag van, az ezt próbálja bemutatni, nem tudom, hogy erről hallott-e valaki. Itt a gyerekeknek az a feladata, hogy a két külön, tehát minden csoport csak az egyik képet kapja meg, és le kell írniuk, hogy milyen lehet ez a személy, aki ezen a képen van, és akkor utána kiderül, hogy ez ugyanaz az ember. 2014-ben egy 18 éves fekete fiatalt egy tüntetésen meggyilkoltak Amerikában, és egy olyan rendőrök, és egy olyan kép került föl róla a médiában, ami azt sugallta, hogy ő egy bűnöző. És ez a hashtag, ez a fekete fiatalok körében lett nagyon népszerű, de fehérek között is találni rá példát, ahol ilyen páros képeket töltenek fel magukról, azzal a kérdéssel, hogy vajon ha meghalnék, ha lelőnének egy utcai verekedésben, akkor vajon melyik képet mutatná be rólam a média, és ehhez kapcsolódik a kreatív média szövegalkotási feladat ennek a foglalkozásnak a végén, az iskola, Réme iskola büszkesége feladat, ahol ezt a kemény témát egy kicsit finomabb megiskolás formában mutatjuk be. Ezt megcsináltuk, ezt a feladatot egy hátrányos, nagyon hátrányos helyzetű csoportban, tanodában, és nagyon mélyen értették a gyerekek. Egyrészt ezt az elméleti példát is bemutattuk nekik, és nagyon nagy hatással és jó hatással volt rá, tehát, hogy értették, és utána nagyon
bájosan csináltak iskola réme és iskola büszkesége. Pár fotókat itt azt látszik, hogy a kislány az egyik képen szépen olvas, a másikon meg földhöz csapni készül a könyve. A második foglalkozás ez a személyes adat, de mondom, a két foglalkozásnak a címét akár meg is cserélhetnénk, ugyanis itt is az online biztonság két aspektusáról van szó. A személyes adat az egyik aspektus, és a tudatos mobileszköz használat a másik, és ezt úgy szoktuk megfogalmazni, hogy ez a külső és belső biztonságnak a kérdése, és ebben a foglalkozásban már nagyon fontos szerepet játszik a média rendszernek a megértése, és amiről már az előbb beszéltem, a lehetőségek és veszélyek kettősége. A bevezető feladat az egy becsapós feladat, ugyanis a gyerekek egy tesztet oldanak meg, akár online, akár offline változatban a helyzetnek, a tanár ízlésének megfelelően, a közösségi média függőségről, de ez a teszt olyan, hogy bizonyos személyes adatokra rákérdez, és a teszt megírása után a tanár beszéli, és itt beszélgetést kezdeményez arról, hogy milyen érzés volt az, hogy ő ezt most beszette, és hogy mik azok az adatok, amik a megosztásával esetleg probléma lehetne, és ebből a témából indul ki a személyes adatok védelméről szóló gondolattérkép, amit az egész foglalkozáson bővíteni és tökéletesíteni fogunk. Az eszközhasználati tudatosság témakör indításához a személyes adatokkal most az adatok típusai szerint foglalkozunk. Van egy ilyen behelyettesítős feladat, és utána pedig az a feladat, hogy azt kell megállapítaniuk, hogy melyik az az engedély, amire egy alkalmazásnak szüksége van. Tehát ugye, hogyha mondjuk a geolokációs helyalapú adatokról beszélünk, vannak olyan alkalmazások, amik nem működnek anélkül, hogy lenne bennük geolokáció, például ha egy étteremkereső alkalmazást akarunk letölteni, akkor annak nincs nagyon sok értelme anélkül, hogyha nincs geolokáció, vagy a BKK futár mondjuk tud nekünk menetrendeket ajánlani, de útvonalat már nem tud tervezni. A második szint az az, amikor nem okvetlenül szükséges az app működéséhez a helyadatok megosztása, de azért lehet hasznos is. Erre ki lehet találni bármilyen példát, mondjuk egy kulturális ajánló botrány, nem tudom. És akkor van a harmadik lehetőség, amikor egészen biztosan semmi szükség nincs az appnak a működéséhez a geolokációs adatokra, például egy játék esetében, ami mondjuk nem egy geolokációs adatokon alapuló játék. És ha ezt fölismerjük és megértjük, és megtanuljuk az app engedélykéréseit úgy értelmezni, hogy ennek a fényében, hogy szüksége van erre vajon, akkor nagyon sokat tudunk tenni a saját online biztonságunk érdekében. A következő feladat az ugyanezt a kérdést mélyíti egy másik irányból, az a címmel kirakik a telefonomban, és a média értékláncnak a témáját szedi elő. A média értéklánc az az a folyamat, amelynek során a médiatermék a gyártótól a felhasználóig eljut, és a feladat célja az, hogy megtanuljuk megnevezni ezeket és tudatosítani, hogy helyesen használjuk a gyártó operációs rendszer, stb. Szavakat, és meg is tudjuk mondani, hogy a mi telefonunk az egy androidos Samsung telefon, és a Telenor adja rá az internetet. És ezeket, ez azért fontos, mert ezzel egyrészt azért fontos, mert sokkal tudatosabban viszonyulunk a saját eszközünkhöz, másrészt az is bekerül a tudatunkba, hogy bizony ezeknek a cégeknek, mindegyiknek van hozzáférése bizonyos fajta személyes adatainkhoz, és éppen ezért ezt a feladatot egy reflexió követi, ahol végig kell gondolnunk azt, hogy mit tanultunk ebből, vagy milyen hatással van ránk ez a tudat, hogy a Samsung, a Facebook, a Telenor és az Android is mennyire sok mindent tud mi rólunk. És akkor így jutunk el a két felvezető feladat után az alkalmazás bírálat feladathoz. Ennek egy egyszerűsített változata szerepel az alsós foglalkozás csomagban, ott stilizált, elképzelt alkalmazásokkal dolgozunk, itt viszont valódi androidos appokkal.
Egyrészt van egy ilyen média szövegértési része, ahol megtanuljuk értelmezni az alkalmazásbolt információit, azt, hogy mi hol található és miből milyen információt tölthetünk le, ezek itt kis, milyen információhoz juthatunk, ezek itt le is vannak írva nagyon részletesen, és nagyon fontos az alkalmazás választós feladatnál az, hogy tudatosítsuk azt, hogy a szubjektív véleménynek ugyanolyan erős szerepe van, mint az objektívnek. Tehát, hogy az, hogy a videó meg a képek alapján tetszik-e nekünk, vagy szükségünk van-e rá, vagy szeretjük az ilyenfajta játékokat, az ugyanolyan fontos szempont, mint az, hogy milyen a korhatárbesorolás, illetve hogy milyen értékelés és vélemények voltak róla, vagy mennyi letöltés érkezett korábban erről az alkalmazásról. Ezek után következik még a felhasználói feltételek olvasása, ami szintén egy másik szempontból beszél a közösségi média és a személyes adatok viszonyáról. Azt a kérdést teszi föl, hogy miről szól ez a szerződés, amelyet a felhasználói feltételek kitipálásával elfogadunk. Ehhez egy az Instagram felhasználói feltételeit használjuk, amik gyereknyelvre le vannak fordítva, ezt a brit gyermekvédelmi biztos megbízásából készítették 2017-ben. Azóta ugye a GDPR-t bevezették, és ezzel valamit változtak a szabályok, és változott az átláthatóság, tehát jogilag nem egészen biztos, hogy ez a példaszöveg rendben van, viszont arra nagyon alkalmas, hogy azt a logikát végig gondolhassuk a segítségével, hogy milyen viszonyban vagyunk az Instagrammal, vagy bármely közösségi platformmal, hogy milyen jogaink és kötelezettségeink vannak, és hogy mennyire egyenrangú ez a viszony. Ez egy nagyon jó tudatosító feladat, és nagyon mély beszélgetéseket tud elindítani. Egyszerűen szétosztjuk a gyerekek között ezt az egy oldalas szöveget, akik elolvassák, és a csoporttársaikkal megbeszélik, és aztán arról szól a közös beszélgetés, hogy melyek a legmegdöbbentőbb pontok benne, és miért. És akkor ennek a foglalkozásnak a végén van az oktató videó, aminek az a címe, hogy ki a személyes adat, és ennek az oktató videónak pedig a szintetizálása, lezárása célja, az a célja, hogy ezzel összefoglaljuk mindazt, amiről a személyes adat kapcsán beszéltünk, és az egész foglalkozáson fejlesztett gondolattérképet kiegészítsük. A harmadik témakör az a reklám, ezt a nagyon hangzatos címet adtuk neki, hogy ellenállni a reklámnak. Ez nem annyira, ez kicsit túlságosan negatívan és kritikusan hangzik, de mégiscsak azért a reklám kapcsán a tudatos média nevelésnek az a célja, hogy megtanuljuk felismerni a manipulációt, és megtanuljunk tudatos vásárlói döntéseket hozni, és ebben az értelemben valóban ellenállni kell megtanulnunk a reklámoknak. Azt tudjuk a kutatásokból, hogy a gyerekekre hát nagyon nagy hatással van a reklám, és azt is, hogy a gyerekek nagyon erősen befolyásolják a felnőttek vásárlási szokásait, még a nem nekik szóló reklámokkal is. Ezért szerepel már az alsós foglalkozásban is a reklámról szóló rész, és ezért érez vissza minden területen, mert nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb felvértezzük a gyerekeket a tudatos, felelős vásárlói döntések meghozatala a céljából, és ez nem a reklám előnyeiről vagy hátrányairól szól, nem az a célja, hogy azt vitassuk meg, hogy szükséges-e vagy nem a reklám, erre egyébként fog egy kicsit reflektálni a foglalkozás. Amiről viszont elsősorban szól, az első szinten a reklám és a nem reklám elkülönítése, ami az új média környezetben nagyon nehéz, mert rengeteg új reklámműfaj jött létre, illetve a reklám és a tartalom is egyre szorosabban összekapcsolódik. Azzal, hogy megismerjük a reklám hatásmechanizmusát és céljait, azzal teszünk a legtöbbet a tudatos vásárlói magatartásra való felkészítése, és ennek a foglalkozásnak a végén van egy nagyon nagy kreatív feladat,
ami egy ilyen klasszikus médiapedagógiai feladat, mert egy plakátot kell készíteni bármilyen eszközzel, akár papíron, akár valamilyen online alkalmazással, például a Canva-val, de nem az a célja, hogy megtanuljunk plakátot készíteni, vagy megtanuljuk a Canva-t ügyesen használni, hanem a reflexió a célja, az a célja, hogy elgondolkodjunk arról, amit a reklám kapcsán ebben a foglalkozásban hallottunk, illetve ami a korábbiakból esetleg átszivárgott ide. Az oktató videóval kezdődik ez a foglalkozás, az a célja, hogy a reklámmal kapcsolatos alapvető szókincset megadja, illetve fölismeri a reklám elemeit. Csupa olyan dologról van szó, amit ismerünk, illetve az oktató videó előtt van még egy felvezető feladat, ahol egyszerűen csak képeket mutatunk, hogy fölismerjük azt, hogy vannak ilyen közös alapvető tudásaink arról, hogy a lila tehén az mit jelent, és ennek keresztül megtanuljuk a terméket, a brandet és a reklámot elkülöníteni egymástól. És ehhez a feladathoz kapcsolódik egy definíció író feladat, ami az oktató videóban található néhány fogalomról kell definíciót írni, és ez erre a definícióra, illetve ehhez kapcsolódó gondolatokra reflektálni is. A definíció tanítás az nagyon hasznos a tudatosításban. Utána következik az a feladat, amiről már beszéltem, reklám vagy sem. Először megnézzük nagyon sok képet, amiről megpróbáljuk eldönteni, hogy reklám vagy sem. Utána pedig megismerkedünk néhány újfajta mobil média reklám típussal, és megpróbáljuk őket beazonosítani. Itt ugye nagyon fontos beszélni az influencer marketingről, mert az influencerek ugye most már valamelyest Magyarországon is szabályozva van az influencerek reklám tevékenysége, de még most is nagyon nem figyel oda a felhasználó, meg nem figyeli azokat a jeleket, amik a reklám elkülönítésére szolgálnak, akkor nagyon nehezen lehet egy tartalomról eldönteni, hogy az reklám-e vagy sem, és pont ez az egyik legnagyobb különbség a hagyományos médiában megjelenő, meg az online reklám között, hogy az újságban ugye látszik, ha valami hirdetés, a tévében, a reklámok elején, meg végén ott van a jelzés, de a közösségi médiában ennél sokkal kevésbé láthatóak a jelek. És akkor itt következik ez a feladat, amiről korábban már beszéltem, aminek az a célja, hogy összegezze a reklámmal kapcsolatos tudásunkat, és reflektáljon a reklámról való, a reklámhoz való viszonyunkra. És akkor ennyit akartam mondani a foglalkozás csomagról, a televele.hu per médiapak címen érhető el, és nagyon örülünk a visszajelzéseknek, hogyha kiderül, hogy valaki megcsinálta, és hogy hogyan működött. És most várom a kérdéseket. Köszönöm. Ha van esetleg kérdés, akkor szívesen válaszolok, illetve a Televele Egyesület elérhetőségein, akár a Facebookon is bármilyen fölmerülő kérdésre tudunk válaszolni. És vállaljuk egyébként iskolai foglalkozások tartását is, akár a médiapakból, akár más témakörből.